Hiába, Ákos Hatházi megkérdezte két minisztériumot, hogy március elején az egyiptomi Hum-ból származó kormánygépnek mennyibe kerül, hogy Orbán T. az olaszországi magánprogramjába helyezzék. Word ugyanazon, egyetlen, nem konkrét válasz Ákos Hatházira, egy független tagra március elején Orbán Viktor, aki hazatért az egyiptomi hivatalos utazásból, ki volt téve egy olaszországi közbenső állomáson, amely nem volt úton, és nagy kitérő volt. Hatházi T. érdeklődött Védelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium minisztériumánál bypass költségei, de csak az egyik mindkét helyről származott a magyar védelmi erők repülőgépei az alkalmazandó magyar nemzetközi repülés, a katonai és pénzügyi költségek, valamint a szakmai előírásokkal összhangban működnek. A sajtóban a kormány olaszországi kitérője után közzétett képek szerint a miniszterelnök feleségével, Anikó Lévainnal először Firenzében, majd Velencében jelent meg. Bár nem Orbán egyik gyermeke a képeken, az egyik lánya Erasmus programmal tanul Firenzében. Akár Hatházi számításai szerint ez körülbelül 1000 kilométer volt, és egy óra meghosszabbította a 160 éves utast hazafelé, és legalább 3,5 millió forintot okozott. Ezek alapján az ellenzéki politikus pert indított ellen a hivatalos visszaélés miniszterelnöke. KTK a műszaki leszállás után Orbán szerint RTL szerint által beszélt légi közlekedési szakértő által kiugrott olaszországi hadseregből. Noha a kormányzati információs központ esemény után elmondta RTL News-nak, hogy olasz kitérő valójában műszaki leszállás volt, és a 319 magyarországi visszatért RTL-be.